Na hej ho, szevasztok! Tudjátok, hogy a PUBG-n belül vásároltok, azzal is tudtok támogatni engem? Használjátok a kreator kódom hozzá. Köszi szépen előre, és hogyha használjátok, jó szórakozást a videóhoz. Békát nem találtam, de béka hangot igen. Izmi, köszi a subgiftet békamániának is. Let's go! Köszi, köszi. Hatodik subgiftnél tartasz. Köszi szépen, és már 173 sub van a csatornán, ami azért jó, mert itt havi szinten már megvan a 100 sub pont, ami azt jelenti, hogy 100 különböző feliratkozó van a streamen, és az azért jó, mert ezt májusig tudjuk tartani, mert a Twitch azt mondja, hogy ott van egy olyan Twitch partner plusz, hogyha 3 hónapig tudod tartani, februártól kezdve, az, hogy havi szinten átlagosan mindig megvan a 100 különböző feliratkozó, akkor téged a level 1-es szintre előléptetnek, és nem 50-50% lesz a bevételet, hanem 60-40 a te javadra. Bezony. A level 2 aznak 300 ponttól kezdődik, tehát ahhoz még 120 különböző feliratkozó kellene, ami hát azért nem kevés, jaj, közben még elfelejtettem kiugrani, na mindegy, már ez a 10% is több, mint a semmi, tehát ennek is örülök, és köszi szépen, hogy ilyen sokan is hozzájárultok ehhez, hogy ez meglegyen. Mivel írtam, nem láttam a tegnap élőt, kérdezném Vanti, hogy nyilatkozott a versenyemről. Kérlek szépen, a verseny után mi dumáltunk, azt mondta, hogy szerinte jó volt, minden tetszett neki. Meg nagyon sok playernek írtam privátot, hogy kérjem a véleményüket. Szerencsére mindenkinek tetszett. Volt egy-kettő dolog, amit én biztos másképp csináltam volna így utólag, és ezt majd a duó versenyemnél látni is fogjátok, hogy mik azok, és ennyi igazából. Ja, itt a tetőre is érkeztetek, mert van fegyó. Nem csak fegyő, az előbb is volt szelfél az előző tetőn is, meg itt is mondjuk ott sokat nem ért volna. Valószínűleg itt se fog sokat, hogy egy végül valaki lefészel. Aha. Ez egy fájtalnak. Csak szórakozom, hogy valaki pont ide előrem. Ez egy izé hívogató, hogy menjek? Megyek. Új, nagyon akar engem. Itt is csukva van az ajtó. Itt van pedig bent. Ebbe. Itt ebbe lépett alul. Na, a labirintusba megérkeztünk. Hát ezt nem is értem ezt. Az kemény, ez... Se a kerekét nem lőttem ki, a gyerek az háromszor fröccsent. Unlucky. Nem is értem. Miért akar valaki leugrani rám? Miért akarsz leugrani rám? Megmutassam, hogy mi történik, amikor leugrassz rám? Csak mutatom. Cserél, nem tudnád. De innen leugrassz rám. Vaj! Akkor nem nagyon fogsz tudni onnan egyből lőni, tehát, hogy annyira nem egy jó pozíció, hogyha alapból rossz helyzetbe csinálod magad, de hát ha valaki így nyomja, így nyomja, nem szólok bele. Pörög a PUBG, mert ezt nagyon élvezem, meg pörög a C2, mert ugye MSB 2.0 miatt verseny lesz, aztán nyomni kell a pracot ezerrel. Én sokat segítenem a 2020-ban. Meg lett a 100.000 feliratkozó YouTube csatornán, nem mondott komolyan, úristen de menő. Hát azt tudod miért menő? Mert akkor ugye YouTube küld majd neked egy ilyen kis táblát, és én mióta van YouTube csatornám, azóta ezt várom, hogy meg legyen a 100.000 követőm YouTube-on. Nagyon nagy GG neked, az fullos. Az nagyon fullos, gratulál hozzá, nagyon ügyes vagy. Nagyon örülök ennek, az nagyon fullos. A ti örömetek, az én örömöm is. Aztán remélem majd én is átéltem ezt, hogy 100.000 követőm legyen YouTube-on. Tehát, hogyha YouTube-on nem vagy feliratkozom, vagy követőm, akkor most ezt tudod orvosolni. Órák kérdés, és a körbe is beírünk. De talán jó lesz a két selfie-dem, úgy gondolom. Jó magas. Alattam fut egy Johnny. Csak nem nézünk már rá.
Már nagyon lavas, egy golyó kell belefedni. Jaj! Most nagy a baj. Kocsi is leesett ide hozzám. Bakker. Nem egyszerű futni ebbe a játékba. Jó, hát ez még nem is, ez olyan sokat, a kövi kör lesz az, ami nagyon fáj. Ez még annyira nem vészes. Hát futni kell, nincs más opció. Aztán majd gondolkodunk utána a ránk lőne. Befutó emberek, merre vagytok? 13 alive. Ez most egy picit kemény körszűkülés itt a vízbe. Trappolgatva. Wise Emperor. Miért ilyen ismerős a neve? Ennek az neked, hát én biztos, hogy vannak. Ezt most mondom neked. Kérdés, hogy oda fel tudok-e menni rá úgy, hogy ne lőjön le. Akarom én azt? Nem, nem akarom. Mert itt egy másik irányba lövöldözik, így jó lehet. Már nem is fönt van. Jaj! Nem mondott komolyan. Szövebénáztuk. Majdnem visszanyalt a fagyi. Túl hamar nyomtam meg az F-et, hogy felmenjek rá, és drop lett belőle sajna. Unlucky. Ott volt fönt a kis barátom. Jó, minden felettem lelőtték Nikolokot. Oha. Ezt nem így kellett volna. Ilyen bandás, ez felszület tekerte állat. Szűkült ott köretetőről. Mit kapott a jóisten? Miért futsz el hátra fele nekem? Hát ami rendes 1v1-et akkor ó. Hát haló. GG. Ez a legrosszabb, amit lehet csinálni, hogy vagy egy 1v1-be, aztán hátat fordítasz, és akkor jó, most elfutok. Egyrészt hallják, másrészt kinéznek, tehát ha egy HP-ban, akkor is inkább már harcolni kell. Tehát ez a legrosszabb, amit csinálsz, hogy hát így feladod. Jaj, GG. Ez jó kör volt, yes. Mert valami eredménye a tegnapi nap? Hát PUBG partneres kontaktom azt mondta, hogy ők nem tudják megnézni, tehát a köztetek van olyan, aki ért a PUBG apihoz, és meg tudja ezt nézni, visszamenőleg egy-két évre, vagy többel is, akkor az szuper lenne, tehát nekem kell valószínű utána járni, ha ti ebben nem tudtok segíteni, mert a PUBG-sek nem nagyon tudnak, sajna. Mert miért azt nem tudom, de úgy én utána járok majd. Tehát 24 különböző killt szereztünk, különböző fegyverrel, ami szerintem mondom világrekord közeli eredmény, de nem még utána kell járni.